milyen módon kötött Spétfürdőhöz? Hát én megmondom őszintén, már 30 plusz x éve itt lakom, ide is születtem, úgyhogy én azóta spétfürdői vagyok, meg még szeretek is itt lakni, úgyhogy nem tervezem azt, hogy innen elmenjek. Általános iskolát is itt kezdtem, igaz, hogy csak az első pár évet, de az ide köt azért Péthez sok minden. Mikor kezdtél el foglalkozni a képzőművészettel? Hát negyedik osztályba kerültem át Várpalotára magániskolába, és ott talán hatodikos lehettem, mikor ilyen művészeti tagozat indult az iskolán, több színház, bábozás, ének, zenei vonalon, de a grafika volt, ami akkor úgy megragadt, és azóta, hát nem azóta, de akkor kezdtem el úgy kifejezetten a rajzolással. Előtte is szerettem úgy otthon ugye az íróasztalon ott firkálgatni, de inkább ott volt ugye az alapok, ott onnan indult ki az egész rajzolásos dolog. A magániskola után te tanultad még máshol is ezt a rajzolást, vagy autodidakta módon sajátítottad el ezt a készséget? Hát szerettem volna főiskolán tovább tanulni, ugye Kaposvárra jelentkeztem. Ott az utolsó körben elég sok, kiszórtak sok mindenkit, az elég nehéz felvételi volt. Úgyhogy Várpalotán, ugye a magániskolában a Szabó Laci bácsi volt az, aki felkészített. Hát nem úgy alakultak a dolgok, de attól függetlenül az én kedvem nem vett el. Úgyhogy grafikára ugyanúgy visszajártam, mikor már a magániskolából is kikerültem. Tehát 8-9 évig is jártam hozzá folyamatosan így. Amikor időm tehette, akkor azért visszalátogattam oda. Úgyhogy az alapok azért az tőle onnan erednek. Vannak rajzaid és festményeid is. Melyik vonal áll a legközelebb hozzád? Hát nem tudnék választani, mikor mihez van kedvem. Van, hogy egy portré, mondjuk azokat nagyon szeretem rajzolni, főleg, hogyha megkérnek, hogy na, szülinapra, névnapra, akármire szeretnének egy képet, akkor éppen az az aktuális kedvenc. A festészet az igazából most jött be az életem, úgyhogy nem olyan régóta, ott nagyon az alapok. Ott nem tudnám azt mondani, hogy hú, mit tudom én mennyire, milyen stílus. Igazából az, amit csak most ismerkedek, és most találom ki, hogy mit, hogy, merre. Milyen témákban szoktál rajzolni és festeni? Hát ez érdekes, mert meg szokták jegyezni, hogy jó értelemben ez a kretén, meg az elvont, meg elmebeteg, nem tudom milyen jelzőket kaptam, de én pont ezért szeretem, hogy nem az a mindennapos csendélet, meg tájkép, meg mit tudom én, miket szoktak még rajzolni. Nem is érdekel az a vonal igazából. Szeretem azt, hogy megjegyzik azt, hogy na, ez azért kicsit félelmetes, vagy kicsit más témájú. Mert én nekem ez a stílusom, én szeretem az ilyen ijesztő, félelmetes képeket. Nem szeretem ezeket a mindennapi hagyományos dolgokat. Amúgy sem vagyok egy ilyen egyszerű eset ilyen téren, úgyhogy belőlem ezek a dolgok, amik kifele akaróznak jönni. Honnan nyersz ihletet a műveidhez? Hát, én szeretem ezeket a horrorisztikus filmek, írók, rendezők, zenében is inkább ez a punk rock metálos dolog, ami van. Van úgy, hogy úgy rajzolok, hogy na, egy zenéből esetleg egy mondat úgy megragadta a fülemet, és egy mondathoz csinálok képet. Amúgy a baráti köröm sem egy ilyen idézőjelben az elit, ez a kis csini babák, meg, hanem ők is ezek az ilyen témájú dolgokkal vannak körülvéve és szeretik, úgyhogy az iklet az így jön innen, hogy filmek, zenék, vagy éppen látok egy filmet, és a filmből egy-egy jelenet, ami úgy megragad, és én azt átrakom a fejembe egy képbe, és akkor azt úgy lefestek egy jelenetet belőle. Vannak olyan figurák, vagy olyan alakok, amiket saját magad találsz ki a festményeidhez, vagy a rajzaidhoz, vagy kimondottan csak ezek a filmek és zenék inkább? Hát egyelőre a filmekből. Mondjuk igazából ez a festészetnél jelenik meg. Most kezdem el ezt a festészettel, ezt a dolgot, hogy kifejezetten azzal foglalkozni. Úgyhogy az majd még most így forja ki magát ez a dolog. Vannak karakterek, amiket szeretek. Például a Tim Burtonnek ez az ollókezű Edward, és az a, nem tudom, Charlie és a csoki gyár. Szóval ezek a gótikus figurák, azok úgy nagyon, nagyon közel állnak hozzám. Vannak ötletek a fejemben, meg vannak olyan dolgok, amiket szeretnék kipróbálni. Nem tudom, ez az Art Street Painting, vagy az a Spray Art Painting-es dolog, ez a fotópapírral, festékszóróval, az, ami most nagyon érdekel, úgyhogy erre próbálok magamnak embereket keresni, aki már kipróbálta, vagy szívesen állna velem össze, és kipróbálna, mert egyedül azért úgy kicsit olyan, nem biztos. Úgyhogy ez az egyik, ami most úgy nagyon előttem van, hogy ezt szeretném nagyon kipróbálni.
Vannak példaképeid? Hát példaképek nem igazán mondhatom, hogy bár nem úgy gondolom, hogy pont egy festőnek kell, hogy legyen a példaképem. Pont itt állunk, ugye Stephen King mögött. Ő például az ő filmjeimből rengeteget festettem le egy-egy jelenetet, vagy esetleg az a Tim Burton-ös filmrendezőnek a karakterei, filmjei, szerintem az nagyon egy olyan ikletadónak mondható. Van is rajzom, hogy jó, nem az enyém, mert tőle rajzoltam le, de szerintem marha jó egy figura. Inkább ők ilyen, őket mondanám, nem példaképnek, de akik úgy előttem vannak, hogy úgy szívesen látok tőlük dolgokat. Mennyi időt vesz igénybe egy-egy kép elkészítése? Hát ez attól függ. Más egy portré, meg más egy festményt megcsinálni. Portréba is akkor attól függ, hogy mit kérnek, mekkora méretbe, meg munka mellett azért az időt vesz. Hát egy olyan 3-4 nap mondjuk egy portré, így munka mellett, mire meg tudom csinálni. A festmény meg attól függ, hogy mekkora méretben, hogy szeretnék. De az inkább egy hét, az azért több időt vesz igénybe, azt nehezebb összehozni. Van egy saját kis műhelyed, ahol dolgozol, vagy egy kialakított kis rész neked az otthonodba, amit csak a te kis zugod, ahol alkotsz? Vagy vannak ilyen helyek, ahol szeretsz alkotni inkább? Nagy családi házban lakunk otthon, úgyhogy mindig van hol festeni. Kifejezetten saját műhelyem nincs még. Van egy kis sarok, ahol én ott el vagyok, és ha én festek, akkor tudja mindenki, hogy akkor az ott oda ne lépjen be senki, mert festékes üvegek, festékek, ecsetek, ceruzák, szanaszét. Ilyenkor szeretem a rumlit magam körül, mert én tudom, hogy mit hova rakok, és akkor minden ott van a kezem körül. Van, hogy egyedül szeretek festeni, akkor úgy rendezem, hogy ne legyen otthon senki, és akkor szól az én kis zeném, mert megy egy filmeseteg, és akkor úgy festek, vagy rajzolok. Ha nagyon egyedül akarok lenni, de nem oldható meg, akkor pedig bedugom a fülesemet, és azon szól a zeném, és akkor kizárok mindent, és úgy festek. Főállásban foglalkozol a festészettel, vagy hobbiként űzöd inkább? Hát inkább hobbiként. Főállásban teljesen más területen dolgozom, úgyhogy inkább mellette ilyen hobbiként, meg ez ki is kapcsol. Olyan napom van, hogy úristen, akkor leülök és festek, vagy rajzolok, vagy csak kipróbálok egy tök új dolgot, ami eltereli az aznapról a figyelmemet. Úgyhogy inkább hobbiként egyelőre. Eladásra is készítesz műveket, vagy inkább csak magadnak festesz? Hát mindig úgy állok neki, hogy magamnak, de hálaig mindig van valaki, aki úgy rákattan egy képre, és azt szeretné ő birtokolni, úgyhogy nem egy képen van, ami már sajnos, hát nem sajnos nincs meg, más faládíszít éppen, vagy elajándékozza, és úgy kéri, hogy ajándékba szeretne. Úgyhogy azért mindig van valaki, aki úgy szeretné egy-egy képemet, szerencsére. Ez a dárkos téma, ez a horror vonal, ez mennyire befolyásolja a képek eladását? Hála ég semmennyire. Általában azért pozitív visszajelzések jönnek felém, és most egy sztorival, ha jöhetek, hogy jártam úgy, hogy palotán megállított egy ismerős, hogy hát látta ezt a képemet, ő teljesen rosszul volt tőle, de tök jó. Te úristen, meg teljesen kiborult tőle, de megmaradt benne épp ezért, hogy kicsit olyan félelmetesebbre sikerült számára. Ha arra lenne igény valakinek, hogy más témákban is fess, akkor te ezt meg is tudnád valósítani? Más stílusokban is tudnál ilyen képeket alkotni? Hát lehetséges, de elgondolkoznék rajta, hogy mennyire tudom én azt magamévá tenni. Voltak olyan kéréseim, hogy hát egy virágos kép, vagy teljesen más témájú dolog, és akkor megbeszéltük, hogy na én ezt át tudom variálni egy kicsit, hogy mégis az én vonalam legyen, de neki is tetszem. Úgyhogy azért általában a kompromisszumot tudunk kötni, hogy neki is jó legyen, meg nekem is. De mindenképpen hű vagy önmagadhoz. Igen, azért mindenképpen ott van az, hogy én. Szeretem a sötét színeket használni, úgyhogy mindig valahogy megoldom, hogy azért az én benne legyen a képemben.